Voltak, akik kezdetben egy kis segítséggel, mások bátrabban léptek fel, majd csúsztak végig Salgótarján új korcsolya pályáján. A helyi fiatalok január 9-én vehették 5 év után újra birtokukba a koripályát Salgótarján főterén. Nagyon örülünk neki, hiszen ugye már elég régóta várunk erre, hogy itt korcsolyázni tudjunk, mert utoljára már csak nagyon régen tudtunk itt. Én nagyon örülök neki, hogy ugye itt megnyílt Salgótarján főterén a korcsolyapálya, hiszen szerintem ez egy nagyon jó lehetőség a gyerekek számára, hogy megtanuljanak korcsolyázni. Máté még soha nem korcsolyázott. Számára ez volt az első csúszás. Mások örömmel léptek ismét pályára. Egy pár kör után már egyre jobb, és nagyon élvezem, nagyon jó. Tudok, csak már egy pár évvel korcsolyáztam utoljára, úgyhogy már kezdtem elfelejteni. 5 éve volt, talán már régen volt, és jó ez a pálya, attól, hogy nem igazi, de azért jó, nagyon szép, nagyon jó, tetszik, jó lehet a csúszkálni. A rendhagyó műjégpályát a fiatalok igényeire reagálva helyezték újra üzembe. Úgy gondoltuk, hogy legutóbb 5 éve volt Salgótarján a korcsolyapálya, és a fiatalok részéről többször felmerült az, hogy szeretnének itt eltölteni a délutánjaikat, estéjeiket a főtéren, és itt szeretnének korcsolyázni. Például a fiatalok fogadó óráján is megemlítették többen, hogy szeretnék. Mi pedig úgy gondoltuk, hogy ennek a kérésnek megpróbálunk eleget tenni. Így került képbe ez a műjégpálya, amit ugye bérlünk 2 hónapra, és a fiatalok 2 hónapon keresztül használhatják ezt a korcsolyapályát. Úgy gondolom, hogy nagyra az igény, hiszen mint látjuk, ide is már rengeteg fiatal jött, de a pudin próbálja az evés, később megvizsgáljuk, hogy mekkora az igény rá, és akkor, hogyha úgy látjuk, hogy nagy, akkor minden évben fogunk biztosítani korcsolyázási lehetőséget. Kipróbálni szeretném, aztán meglátjuk, mennyire leszek sikeres, hiszen ugye 5 éve volt pályán, és 5 éve korcsolyáztam utoljára, akkor nagyjából ment, most meglátjuk. A műanyag borítású pályának több előnye is van. Mindazok mellett, hogy minden évszakban használható, rugalmas felülete miatt kevésbé balesetveszélyes. A különböző mozdulatokat könnyebb végrehajtani rajta, így a kezdő korizók sincsenek hátrányban. Ami pedig a legfontosabb, ugyanúgy csúszik, mint az eredeti. Sokkal jobban kímélő mindenkinek az ízületeit, a térdét, a bokáját, ami nagyon fontos egyébként, hiszen elsősorban fiataloknak gondoltuk, hogy ezt a pályát itt Salgótarjánba üzembe helyezzük. A másik pedig, hogy lényegesen költséghatékonyabb az üzemeltetés, nem igényel hűtést, és ami nagyon fontos, mivel március 8-áig lesz ez a műjégpálya Salgótarjánban, itt tulajdonképpen pluszos hőmérsékleteknél is kiválóan lehet használni, sőt, hát ez 4 évszakos pálya, tehát hogyha itt lenne nyáron, akkor akár 25 fokba is lehetne korcsolyázni, úgyhogy több olyan szempont is volt, ami miatt ezt választottuk. Egyébként a csúszási azonosság az olyan 95-98%-os a műjéghez képest, tehát látszik itt mögöttünk, hogy a fiatalok nem csak csúszkálnak, hanem való a szó igazi értelmében el is csúsznak. Az előttünk álló 60 napban, március 8-áig minden nap használható. 9 órától 13 óráig elsősorban az általános és középiskolás fiatalokat várjuk, 13 órától van a nagy közönség számára korcsolyázási lehetőség, és ilyen extra szolgáltatás az, hogy például péntek és szombat esténként jégdiszkó van például 8-tól egészen este 10 óráig, tehát nem csak korcsolyázni lehet, hanem aki bulizni szeretné így a szabadban, az nyugodtan megteheti akár a korcsolyapályán, akár pedig a korcsolyapálya környékén. A korcsolyázás szerelmesei tehát a hét minden napján kedvezményes jegyárakkal várják Salgótarján főterén.